Oké. Na, sziasztok! Ez egy gyors magyarázat. Egyszerűen, mert nincs energiánk már rá, hogy felrajzolom, lefotózom, elküldöm, sokat várunk. Úgyhogy most megpróbáljuk egyszerűsíteni az információkat, hogy mindenkinek menjen egyszerre, a képszerkesztőnek, az összes eredettársam, akik velünk dolgoznak is értsék, hogy mi a mozi. Jó? És egyből az ábrát is mutatom hozzá. Jó? Életfilmben vagyunk, mégpedig három szinten fogom felrajzolni az életfilmet. Így most látsz, Kristóf, azért maradjon benne, mert jó? Oké. Próbálom, nem vagyok egy nagy rajzművész, úgyhogy jó. Eddig egyetlen egy ábrát ismertetek, a jelen élet életfilmje, ugye az ment, ez a hármas csakrás, ezt ismertétek, erről raktunk ki ábrát eddig. Igaz? Jó, ez az, ami innen, ott van a, majd lehet látni az ábrát, itt van hátul a tudatalatti, ugye vetítődik, anyu-apuból, anyu-apu, ugye, és a gyerek vagy te, ez a 3D, jelen élet, vetítés, tehát film, ez a, ami vetítődik a hármas csakrádból. Jó? És a tudatalattiból, ugye, amit a jelen életben nyomsz le anyunapunk keresztül, ami ide lemegy neked, és az nyomja ki magát. Jó, és akkor van ez az, amit szoktuk mondani, hogy a fej mozi hozzá, az pedig az, ugye, amit te szeretnél megvalósítani, az kb. A 10% vagy 10-15%, és akkor 85% az, ami a tudatalattiból vetítődik, ugye, és hiába vágysz, meg gondol, ugye, más gondolatok, ugye, mivel vagy-vagyban vannak a gondolatok, anyu-apuban, ezért te hiába akarsz pozitív, negatív gondolat, hullámban, ennyi már most ezt is gyorsan ide raktam, ugye ez is a tudatalattiba is a pozitív-negatív érzelemtartalmak mennek le, ugye ettől lesz egy érzelemtested, ami így tele lesz ezzel a tyutyival, jó, tehát ez lesz a te érzelemtartályod, mondjam így, és abból vetítődik ki a mozi 85%-ban, és te meg a fejedben próbálsz elképzelni valami mást, meg vágyni, meg izé, eminek ráadásul mi az, amit egyáltalán itt ismersz, ezen a szinteden, azt ismered a világból, amit neked a poláris világod, anyun és apun keresztül ugye betáplálnak neked, meg az iskolán keresztül, meg a tévén keresztül, meg a fogyasztásra serkentésen keresztül, salala-salala, tehát ami a Matrixban bent van, fogyaszt, ember, három gyerek, négy család, kocsikerék, mit tudom én, kiszék, hóember, jó, és akkor ezeket teremtheted. Oké, tehát ez az első, ez a teremtés, tudattalan teremtési szintünk, tudattalan teremtési szint, oké, jó, és akkor ez az első, ahonnan ide, innen átkötünk, erről volt még egy ábránk, amikor átmegyünk a szívbe. Jó, tehát ez az, amikor először a jelen életbe bejutsz, ahova? A szívközpontba. Szívközpont. Oké? Ez az első szintünk. Jelen élet, első szint. 3D-s moziból szívközpont, és elkezdesz egy másik teremtést, ez a szívtér teremtés. Hát és az az igazság, hogy ez gyakorlatozás, mert abban a pillanatban, amikor ezt a gyönyörű szívtér teremtést, és itt már nézd, csak itt már nem hullámba megy, hanem itt már magból, tehát itt a magból teremtesz, ez már egy magteremtési működés. Jó, és akkor sőt, elég is, ha így, jó, tehát ez a mag, a szik, amit tegnap a videóban a Zsuzsával ugye megerősített kívülről, és a hám. Jó, ide most nem is megyünk tovább, csak hogy értsd a kettő közötti különbséget. Jó, ez a jelen élet 3D. Na most, abban a pillanatban, amikor ezzel a szívtér teremtés gyakorlatozáson túl vagyunk, kész vagyunk, észre se veszed, már rátódsz át, sőt, már közben részek
ahol már kész vagy, és akkor persze a jelen életfilmed az azért fogy az érzelemtartályod, és ez közben már bejön egy nagyobb szinted, egy egyel nagyobb szinted. Hát most így furán egymásra kell rétegeznem ezeket, úgyhogy igazából ennek az lenne jó tulajdonképpen, ha egy mozgó videóval lenne, mert így azért, tehát ezt egy statikus, vagy egy kétdimenziós síkképbe értve, tehát egyszerűen grafikus legyen a talpán, aki ezt meg tudja rajzolni, azért megyek így most folyamattal, hogy értsétek. Jó, ez már a 4D duál szintünk, aminek ráadásul ugye itt is van egy emléktár, ez pedig, ugye most itt már itt nem tudom írni, mi az emléktára a duálnak, két szintje van az emléktárunknak, ami a földtörténeti, ténheti. Ezt hívjátok úgy, hogy előző életek, meg karmikus fütyik. Tehát ebben van benne mondjuk Lemuria, Atlantis és az utolsó 13-14-15 ezer év, ugye? És van ennek a csillagtudatosságú. Tudatosságú, ez a galaktikus. Galaktikus, nagy lélek szintű. Na most, ennek van egy emléktára. Most itt ezt egy picit letörlöm, jó kék lesz majd tőle a kezem, tök jó. Jó, hogy meg tudjam mutatni, hogy mi a két szintje. A földtörténetit hívjuk úgy, hogy az a tradicionális, tradicionális emléktár. Tár, ugye? Csillagtudatosságú emléktár, és tehát csillagtudatosságú emléktár a másik, az ugye már a galaktikus, tehát az egyel kijebb a földtörténeten túl, és ez a két emléktár bontódik, dolgozódik, és ez, hát most itt egy kicsit nem jól rajzoltam, igen, egy kicsit följebb rajzolom a fejét, hogy látszódjon, hogy mivel ez duális, ez ugye a nagy lélek szintetben van benne, duális, kettősségben vagyunk. Aha, na majd még ezzel gondolkodom, hogy jó, hogy a három, a kettő és az egy. Jó, igen, még ezt is tudjuk a Zsuzsa anyagába kapcsolni, hogy a... Jó, mindegy, ebben nem megyek bele. Jó, tehát duálisban vagyunk, nagy lélek szinten, és ugye ez az, amit úgy hívunk, hogy ketté szakadt lélekrészek mentén, itt jönnek be ugye az egyrészt az előző élet, tradicionális előző élet, lemúriai, atlantiszi, és az utolsó 15 ezer éves karmikus párkapcsolatok, így bejönnek. Ezek mind ilyen kis szerencsétlen benyúlások, most ezt megint itt letörlöm, hogy látszódjon a nagy lélek szintet, ahol ez az, amit a tétában úgy hívunk, hogy lélektöredékek. Itt neked ilyen kis cikkely hiányok vannak, ugye a teljességedből, tehát a kör teljességedből hiányok vannak, ilyen kis fekete hiányok, és ide neked be fog rántani egy másik ugyanolyan duális szinten lévő köröcskés valakit, akinek hajszál pontosan ugyanaz az emléktár hiánya van, mint a tied, és akkor ti szépen, ez az, amit ilyen iszonyatosan nagy, ugye nyomja a melkasomat, szorítja a melkasomat, nagy szerelemnek élünk meg, ezt hiszitek ikerlánk szerelemnek, ugye itt indul be a kundalini, tekeredik föl majd, nyilván nem a lélek részen, hanem a teljes testen megy, tehát ezek a kapcsolódások, ugye ez megy egészen a galaktikus, a csillagtudatossági szintű, nagy lélek szintű kapcsolódások is ugyanígy jönnek be. Tehát itt az összes kapcsolódásodnak igazából helyet, teret kéne adni magatokban és lehetőséget, hogy be tudjanak jönni, és ezek ki tudjanak egyenlítődni, és
be tudjanak gyógyulni ezek a történeteitek, és tovább tudjatok belőle lépni. Na most, jó, tehát ez a múlt része, és hogy hova mész belőle? Ugye már itt átkötöttünk a szívtérbe. Hát bizony, ahova ez köt, tehát itt a duális, tradicionális és csillagtudatosságú rész, és a másik oldala az pedig, ahol az átmeneti meneti segítő technikák, új energiák, amiket fogadtok, ugye ezek a rövid távúak, mint tudom, a Reconnection, a Theta, a Grabovoi számok, na majd arról lesz egy külön ábrám, hogy annak is hogy néz ki a maxik hám, a hám az a Grabovoi, most vagyunk a szik struktúrákban, és már van egy-két magkódunk, tehát vannak magkódjaink is, nem mindegyikben van meg a három szintünk. Jó, a legtöbb struktúra kódunk most jelen pillanatban az a szik szinten van, csak most ezt így gyorsan ide szúrom, hogy ezt is értsétek ebből a szempontból. Jó, tehát az átmeneti segítő technikáinkkal gyógyított tulajdonképpen kiegyensúlyozóban az emléktáras történeteidet, és szépen, hát ki így, ki úgy, ugye? És szépen, amikor ezzel az egésszel itt teljessé válsz, jó? Akkor ezt szépen elhagyjuk. Ez maga a kristály. Tudat. Csecsemő mirigy. Mirigy. És a vetítés. Hogy néz ki a vetítés? Tehát ez is, tehát amit látsz, kinn a valóságot, ugye nem csak ennyi vetítődik a 3D. Jó? Tehát volt a 3D-s mozi, és ez egyben van a tradicionális és a galaktikus emléktárad is gyakorlatilag ebből vetítődik, tehát ez megy a mozi innen. Jó? Tehát megy a régi mozi, most ezt nem is tudom már, hogy rajzolja, most ezt leszedem innen, hú, egyre jobban fog kinézni a kezem. Jó? Jó, tehát ugyanúgy az egy teste, tehát amikor már a csillagtudatossági szintünkön vagyunk, ugyanúgy megy a filmvetítés, ugyanúgy, ugye duálisban vagyunk, tehát még mindig ebben a kettősségben megyünk pozitív, negatív, csak látszik, hogy sokkal nagyobb amplitúdóval, és akkor ugye ezen belül van a pici jelenéletes vetítés, ahol már a szív vetítés térbe keresztül ide átemelődtél, hogy erre is tudjál emlékezni, jó? Tehát ez a filmben. Ez az, ahol egyébként a munkahelyeitekre rohangáltok. Itt van mondjuk például a bankstruktúra, itt van az oktatás, ahova nyomjátok be a gyerekeiteket. Kicsikém, akkor egy picit, hogyha nem vagyok benne a képbe, akkor inkább próbálj meg te hozzám igazodni, mert én itt nem tudok ennél jobban. Jó? Tehát az a lényeg, hogy na most nézd meg, már itt mekkora a különbség, és a gyerek az ezzel az egészen jön be, meg majd még mindjárt mutatom, hogy még mekkorával, és ti ide akarjátok benyomni a gyereket egy ilyen iskolába, ami itt van. Iskola. És a leglehűítettebb, leglebutítottabb. Ennek az egésznek, amit majd itt három szinten megmutatok, annak a legtöredékesebb kis lófütyijeiből próbáljátok meg őket feleltetni. Miből, drágáim? Ami az övéké? A saját sztoriukból? És annak is a papír töredezett vacak kis bohóc verziójából bohóc talárok visszafeleltetik a gyereket, hogy tudja-e. Kiském, nyugodj bele, hogy tudja, mert különben nem ezt vetítené most. Jelen pillanatban, és nem ez lenne a történetetek. Oké? Mondjad, Kristóf. Halkabban. Mennyi, hány percnél vagyok? 14. 14? Mekkora lesz így a videó? Túl sok lesz feltölteni? Nem. Akkor nem hagyhatom abba, mert még jön a harmadik. Nem bírom tovább. Dehogy nem, mély levegő, kicsikém, a te sztoridról van szó. Hát legalább ennyit, hogy tartsad, figyelj erre a rövid időre, még tartsd a frontot, hogy innen ki tudjál jönni ide. Jó? Tehát,
hova kötünk át, ugye a kristály tudat szint, csecsemő, mirigy, és akkor elkezdjük vetíteni, ugye itt a szívtérteremtést tanultuk meg, hogy itt hajsz, hogy működik, meg vannak a törvényszerűségei. Erről majd egy másik videóban. A kristály tudat vetítés egység mozinknak is megvannak a maga törvényszerűségei, hogy itt hogy vetítük. Jó, egyébként ezek is már mind így mennek, tehát itt már nincs amplitúdó, hanem minden magból megy. Jó, tehát innentől kezdve szív, központi szívmag, kristálytudat, csecsemőmirigy, magból, tehát mindig a mag hármasságban megyünk, hogy jó, mag, szik, hám. Oké? Mag, szik, hám. Jó, és akkor jön a harmadik szint, és akkor ezt nagyon gyorsan mondom, ez a kozmikus eredet, mert hát megy a mozi. Na de honnan megy a mozi? Ki az, aki ezt nézi? Ugye? És eljutunk a kozmikus eredetig, az eredet magig. Ez a vége. Innen fut, hiszen ez a forrás, a központi forrás, kozmikus. Kozmikus szülőkkel, aki te vagy valójában, és ezt az egész hóbelevancot egybe, bam 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 bam, jó, eredet mag, és így kozmikus salalái tudatalattiból vetíted, oké? Amiben van 3D-s, van benne a 4D-s, tradicionális, és a teljes, ami az eredet magból jött. Jó? Amikortól elindultál. Jó? Tehát egy ilyen hármas holografikus moziban megyünk, jelen pillanatban, amiből eddig te csak a kicsi jelen életet tudtad, és egészen kozmikus eredet szintig emlékezünk egymásra. És itt viszont szintet fogunk váltani, és ezt az egész, amit eddig ebből a hármas valóságból, és akkor itt most jövünk Ács Miklósra, ugye a hármas vas valóság, tehát maga ez a hármas vetített mozi, amit most itt jelen pillanatban látunk, ez mind salala, felejtsd el, és ezt én most egy olyan struktúra táblára rakom föl, ami egy shogun tábla, akinek ugye az S betűje a manifestálás, a teremtés, az a megteremtésének az alapja, ez egy shogunnak a struktúra táblája, és tehát ezt az egészet bontjuk, ezt a három szintet, azért emlékezzünk ide, összegezzük, csomagoljuk, mindenhonnan jönnek be az emléktárak, minden kozmikus család, minden eredett család áll a helyére, eredett testvérek, azonos eredetek kapcsolódnak, és együtt ezt az egész csomagot, amit megcsináltunk, abból gyakorlatilag, most már akkor ezt így mutatom, jó? Így mentek ezek a teremtések, jó? És fordulunk, tehát jövünk be, szedjük össze a cuccainkat, és együtt fordulunk, és már teremtjük a magközpontú új valóságunkat együtt. Jó? Oké? Okay? És minden, amit eddig a három szinten csináltunk, 3D, 4D és kozmikus eredet, vagy fordítva, tehát kozmikus eredet, emléktár, duál emléktár, jelen élet, emléktár, ugye 3, 4D és az összes többi, amilyen D-ben voltál, ez tök mindegy, rengeteg dimenziót járhattál be, és ez az egész spirálba ding-ding-ding, itt jönnek be az összes társaitok, mindenki a saját helyére, mindenki hozza be a cuccát, és ennek van egy központi összesenje, ami a szív, tudat, központ, a központi agy, ahova a mindenkiében jön, mindenkinek a mindenkiéje, és ez maga
a kollektív szülőcsatorna, amiben most jelen pillanatban mind megyünk. Nincs külön, az egész bolygó, ugye? Dimenziót váltunk. Jó, és mindenki jön. Vagy testtel, vagy test nélkül, tök mindegy. Jó, és ide jövünk el. Na, akkor legyen ennyi ez a videó most. Oké, köszönöm. Sziasztok!